Kárpátalja lakossága a 20. század folyamán több állam kötelékébe kényszerült vele, ami természetesen hatást gyakorolt mentalitásának és a nemzetiségek irányába kialakult toleranciájára. Ukrajna függetlenné válása után a kárpátaljai lakosság együttélési hagyományainak és az ukrán politikum sajátos fejlődésének köszönhetően a gazdasági nehézségek ellenére a kisebbségek helyzete kielégítő volt. Ekkor még érvényesültek azok az évszázados egymás mellett élési normák, amelyek biztosították a konfliktusmentes nemzetiségi viszonyokat. Az ezredforduló után azonban tanúi lehetünk az ukrán nemzetállam kiépítésének, egy nacionalizálódási folyamatnak, amelynek eredményeként lényegében évszázados szokásjogok sérültek, ami új együttélési problémákat vet fel a régióban. Magyar ellenes megnyilvánulások Ukrajnában. Filmünk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Lehocki Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont által indított Kisebbségfigyelő Monitoring című kutatás összesített eredményeit mutatja be. A vizsgálat során a kárpátaljai magyar közösség ellen irányuló megnyilvánulások és cselekmények nyomon követését kívánták dokumentálni. A kutatók csak 2014 és 2018 között 426 magyar ellenes esetet rögzítettek Ukrajnában. A magyar ellenes megnyilatkozásokat számba véve a kutatóközpont szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a magyarsággal szemben folytatott állampolitika céltudatos és következetes módon törekszik a kisebbségi közösség asszimilációjára. Ezen magyar ellenes megnyilvánulások véghezvitelében sok esetben egyaránt szerepet vállalnak vagy hallgatólagosan asszisztálnak mind az állami szervek, mind az államhatalom központi és területi végrehajtó szervei, mind a politikai pártok, továbbá a hírközlő szervek széles skálája, valamint az ukrán nacionalista erők is. Az alkalmazott stratégia egyszerű, de igen hatásos. Az ukrajnai sajtóban, melyet nagyrészt politikai pártokhoz kötődő személyek tulajdonolnak, heves támadások indulnak a magyar közösség, a magyar intézmények és szervezetek, a közösség vezetői ellen. Hamis és megalapozatlan elméletekkel és vádakkal mérgezve a közvéleményt, szeparatista, ukránul nem beszélő, államellenes egyénekként bemutatva az ország 0,2%-át kitevő maroknyi, ám legszervezettebb nemzeti kisebbségét. A több éve tartó magyar ellenes lejárató és gyűlöletkeltő ukrán médiakampány és a bekövetkezett események kétségkívül aggodalomra adnak okot. A következőkben ezeket az eseteket vesszük sorba. 2014-ben 17 magyar ellenes megnyilvánulás történt. Ebből 4 konkrét akció volt, ahol tetlegességig fajultak az események. A legdurvább esetek 2014-ben. 2014. március 10-e. Két ismeretlen elkövető gyúlékony folyadékkal öntötte le, majd felgyújtotta a vereckei honfoglalási emlékművet. Vagy néhány meggondolatlan fiatal követett el ezt a tettet, vagy pedig egyfajta szándékos provokációval szól, egyfajta harmadik erő részéről. Sajnos olyan időt élünk, amikor ilyen provokációk gyakoriak és Ukrajna minden részén megtörténnek. Augusztus 29-e. Beregszászban a Kerekhegyen ismeretlenek meggyalázták a magyarok nemzeti lobogóját. Szeptember 3-a. A Központi Választási Bizottság Kárpátalján a törvényi előírásokkal ellentétben nem hozott létre magyar többségű választókerületet. 2015. április 20-a. Az Ungvári járás számos magyar lakta településén fekete festékkel fújták le a helységnévtáblák magyar feliratát. Több településről a magyar zászlót is elvitték. Augusztus 21-e. Ismeretlen tettesek megrongálták Petőfi Sándor ungvári szobrát, és letörték a szobor alak kardját is.
2015-ben 18 esetben számolt be a sajtó magyar ellenes eseményekről, közülük 6 tetlegességig fajult. 2016-ra a magyar ellenes megnyilvánulások száma már 31-re növekedett. 2016. március 13-a. Kést a magyarok torkára. A Karpatska Szics, a Pravoi Szektor és az Azov civil testület körülbelül 300 tagja tüntetett Ungvár utcáin. A szélsőséges ukrán nacionalista szervezetek aktivistái élesen magyar ellenes, a magyar etnikum kipusztítására buzdító jelszavakat hangoztatva vonultak Ungváron. Az eset kapcsán indítottak nyomozást, de előállítás nem történt. Kárpátalja egy sok nemzetiségű régió, és úgy gondolom, hogy az itt élő nemzetiségek egymással békében élnek. Elsősorban importnacionalizmusról beszélünk, és provokatív csoportokról, akiknek ilyen megnyilvánulásaik vannak, amelyek elsősorban azt a célt szolgálják, hogy ezt a békét és ezt a békés egymás mellett élést megbontsák. Augusztus 11-e. Újra megrongálták Petőfi Sándor szobrát Ungváron. Az ismeretlen elkövetők ismét letörték a szobor alak kardját. Október 3-a. A Correspondent.net blogoldalán, valamint a Zakarpattya.net websájtján is megjelent ukrán nyelvű sajtóhír arról tájékoztatta az olvasókat, hogy a KMKS választmányi tagjai törvénytelen eszközökkel próbálták meg a 2016. október 2-án tartott magyarországi népszavazás eredményeit meghamisítani. A cikkben a KMKS választmányi tagjainak névsorát is közölték, visszaélve személyes adataikkal. November 25-e. Ungváron meggyalázták a holokauszt áldozatainak a magyar kormány támogatásával készült emlékművét. Világosan látszik, hogy ez egy megtervezett akció volt, nem egy spontán tett. Látszik, hogy festéket kellett hozzanak. Gondoljuk, hogy valamilyen marginális csoport vagy szélsőséges emberek csinálták ezt az egészet. Természetesen meg fogjuk tenni a megfelelő jogi lépéseket, és feljelentést teszünk még a mai napon a rendőrségen. Reméljük, hogy sikerül kinyomozni, és elnyerik méltó büntetésüket az elkövetők. Mi látjuk, ez nem az első eset. Kárpátalján több magyar vonatkozású emlékművet is megtámadtak, megrongáltak az utóbbi években is. Tehát ez már egy sorozatnak egy része. Ez természetesen felháborít, és minden jó érzés, európai gondolkodású embert bánt. 2017-ben a magyar kisebbség elleni események száma csaknem a háromszorosára növekedett az előző évekhez képest. 89 ilyen esetről tudósított a sajtó, ebből 26 tetlegességig fajult. A legdurvább esetek 2017-ben. 2017. január 31-e. A Fekete Bizottság, azaz a Csornai Komitet nevű mozgalom aktivistái az ukrán fővárosban, Kijevben a Magyar Nagykövetség épülete előtt tüntettek. Kiállunk Ukrajna ukránosítása mellett. A következő lépés Európa ukránosítása lesz. Március 15-e. Magyar ellenes felvonulást tartott Ungváron a Karpatska Szics, ahol idegen vésd az agyadba, itt ukrán a gazda jelszót skandálták. Május 19-e. A helyi magyarság ellen irányuló provokatív táblák jelentek meg a Beregszász és a nagyszőlősi járások területén. Az egyes kijevi hírportálokon megjelent, majd kárpátaljai ukrán internetes orgánumok által átvett tudósítások arról szóltak, hogy a táblák kihelyezését a magyarok kezdeményezték, a magyarság szervezetek képviselőinek szájába pedig a kárpátaljai magyarság autonómiájával kapcsolatos, soha el nem hangzott nyilatkozatokat adtak. Június 20-a. Huszton vandálok zöld sebszárító tinktúrával öntötték le Kölcsey Ferenc várbéli emléktábláját. Június 21-e. Egy befolyásos ukrán központi televízió magyar szeparatizmussal riogató riportot tett közzé, amelyben a magyar kormány nyújtotta támogatásukat úgy állították be, mintha az ezzel befolyása alá vonná Kárpátalját.
megpróbálják ide exportálni ezt a hangulatot, ezt a hangulatkeltést, amit mi kerekperec elutasítunk. És az, hogy a központi sajtó és a központi média sajnos ebben katalizátor és ebben olyan szerepet tölt be, hogy ezt serkenti, úgymond a gyűlöletkeltést és a haragot a nemzetiségi kisebbségek számára, mintha mi fenyegetnénk, mi a kárpátai magyarság, amely 150 ezeres létszámú a több mint 40 milliós Ukrajnában, hogy mi veszélyt jelentenénk Ukrajna nemzeti egységére. Ez egyszerűen nem is komolyan hangzik, amúgy, de számunkra ez felháborító. Június 24-e. A Lembergi Svit kiadó vezetése felszámolta az ungvári magyar tankönyv szerkesztőséget. Augusztus 21-e. A 112.ua nevű kereskedelmi hírcsatorna állítólagos magyar szeparatizmus és a kettős állampolgárság veszélyeit taglaló összeállítást adott le. Beregszázban körbejártuk a várost. Olyan érzésem van, mintha egy határátkelő helyre érkeztem volna. Egy senki földjére, szürke zónába léptem volna. Ez még nem Magyarország, de nehéz azt is mondani, hogy ez Ukrajna. Minden házon és még a hivatalokon is. Magyar feliratok is olvashatóak. És a kék-sárga lobogó mellett piros-fehér-zöld zászlók vannak. Mondja kissé feldúltan és felháborodva a riporter az összeállításban. 2017. szeptember 5-e. Az ukrán parlament elfogadja az oktatási törvényt, amely 5. osztálytól ellehetetleníti a kisebbségi nyelveken történő oktatást. Úgy érezzük, hogy visszatért egy magát demokratikusnak országnak tituláló országba a legkeményebb sztálinizmus korszaka, amikor betiltották az anyanyelvi oktatást, és átvezették a kisebbségeket egy másik, az államnyelven történő oktatásra. Ez egyrészt felháborító, hiszen ukrán alkotmányos jogokat sértett a parlament, amikor elfogadott egy olyan oktatási törvényt, mert nincs összhangva ezzel. Szerintem felesleges, mert ukránt meg tudjuk tanulni anélkül is, és nagyon szeretném, hogy továbbra is tudjunk magyarul tanulni, mert az az anyanyelvünk, és azt értjük a legjobban, és azt szeretjük a legjobban, és ez benne van mégis is a szívünkben is. Nem szoktuk meg. Nagyon rossz lenne, ha ukránul kéne beszélni, mert a magyar az a szívünkben van. Képzeljük el azt, hogy jelen pillanatban az ukrán nyelvoktatása, vagyis egyetlen tantárgy tanítása ilyen alacsony hatékonyságú, és akkor, ha a törvény hatályba lép, akkor gyakorlatilag az összes tantárgyat nem fogja tudni a gyerek, mert ha nem értek ukránul, akkor a matematikát, a földrajzot, a történelmet, a fizikát sem fogom tudni elsajátítani. Szeptember 25-e. Zavartkeltő, hamis szórólapokat osztottak több magyar településen a KMKSZ elnökének nevében. Október 1-e elfogtak egy Cserkaszi megyei lakosokból álló bűnözői csoportot, amely a vereckei emlékmű felrobbantására készült Kárpátalján. Október 13-a az ukrán nyelvtörvény mellett foglaltak állást demonstrálók Kárpátalja magyar konzulátusai előtt. Minden ukrán köteles elsajátítani az államnyelvet, állt a tüntetők transzparensein. November 10-e. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola lejáratására az Ukrinform oldalán az intézményt szeparatista képzőnek nevezik. November 11-e. Nem a magyar sovinizmusra, igen az ukrán-magyar nemzeti testvériségre feliratú plakátot helyeztek el a Kárpackaszics aktivistái Magyarország ungvári főkonzulátusa előtt. November 12-e. Ukrán nacionalisták magyar ellenes felvonulást tartottak Beregszász utcáin. A hang és füstgránátokat dobáló maszkok mögé bújt tüntetők eltávolították a magyar nemzeti lobogót a polgármesteri hivatalról. Több más keleti megyéből vettek részt olyan emberek, akik időt, pénzt, üzemanyagot hajlandók voltak költeni, hogy vasárnap, amikor más a családjával van, vagy templomba van, vagy meccset néz, akkor eljöjjenek ebbe a távoli városba és demonstrálva azon erejüket, amivel arra szeretnének hangsúlyt fektetni, hogy ez az ország, ez Ukrajna, mi ezt tudjuk, és mi minden egyes ukrán törvényt betartunk, többek között azt is, hogy jogunk van a nemzeti szimbólumokat használni.
Mindenhol magyar feliratok vannak. Én ukrán vagyok, aki itt él. Tudni akarom, hogy mi van odaírva. Lehet, hogy ott olyan dolog van kiírva, ami ellenem szól, vagy a nemzetem, esetleg az államom ellen. Lehet államellenes agitáció vagy propaganda. És ilyenből Beregszász szerte rengeteg van. Az oroszok annyi földet vettek el tőlünk, amennyit mi adtunk nekik. Túl sokat adtunk nekik, és ez háborúval fejeződött be. Maguk magyarok nyomást gyakorolnak ránk. Maguk is ezt csinálják. De mi ezért bejelentjük, semmit nem adunk, és engedményeket sem teszünk. Ez a mi földünk, itt a mi törvényeink élnek. Akartok élni a mi törvényeink szerint? Éljetek! Nem akartok? Akkor irány Magyarország! Mondta a szélsőségesek hangadója, aki pár éve felgyújtotta a vereckei honfoglalási emlékművet, amiért később nem is vonták felelősségre. Nagyon remélem azt, hogy nagyon működtek a kamerák, és azok az emberek, akik rendbontóak voltak, azok a törvény elé lesznek állítva, és reméljük, hogy meg lesz a megfelelő büntetés ezért. Ki akartam menni a gyerekkel sétálni, de élő közvetítést láttam interneten, és nem mertünk kimenni. November 14-e. Ismét megbecstelenítették Petőfi Sándor ungvári szobrát. Valakik egy koszos pulóvert húztak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc költőjére. Kisebbségi lét a terrortámadások fényében. A magyar ellenesség minden eddiginél nagyobb méreteket ölt. Kárpátalja történelmében először kerül sor olyan szándékos robbantásra, amelynek célpontja a Kárpátaljai Magyar Közösség érdekvédelmi szervezete volt. 2018. február 2-a. Ismeretlenek gyúlékony folyadékot tartalmazó palackot dobtak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség központi irodájának épületére Ungvár belvárosában. Február 27-e. Ismeretlen elkövetők felrobbantották a KMKS ungvári irodáját. A robbantás következtében az épület alsó szintje teljesen kiégett. Két óra előtt megszólalt a telefonom, amire rá van kapcsolva a riasztó, is így értesültem, és mire hívtam volna a kolléganőmet, addigra már ő is hívott engem. És ezt követően hívtuk az alelnök urat, aki jelezte, hogy hívjuk a rendőrséget a helyszínre. És innentől kezdve percek alatt történt már minden. Terrorcselekmény volt egyértelműen, hiszen minden maguk szerint bombát robbantottak, és ha valaki tartózkodott volna az épületben, akkor annak az élete veszélybe került volna. Az épület tönkrement. Ez igen jelentős mértékben, úgy vélem, hogy elsősorban bárki is követte el. Az egyik oka nek az, hogy a ukrán sajtóban, médiában, szélsőséges szervezetek részéről már több mint egy éve folyik egy igen erős magyar ellenes kampány, ahol a kárpátaljai magyarságot negatív szempontból tüntették fel és hiszterizálták a közvéleményt. A másik oka a cselekménynek pedig az, hogy mivel ezek a dolgok már korábban is több alkalommal megtörténtek, hasonló megmozdulások, azoknak az elkövetőit nem állították bíróság elé, úgyhogy úgy gondolták, hogy ezeket a dolgokat büntetlenül el lehet követni. Mi lehetett ezzel kapcsolatban a céljuk? Teljesen nyilvánvalóan az, hogy egy fő cél a kárpáti magyarságnak a megfélemlítése, másrészt pedig az, hogy itt a nemzetiség ellentéteket szítsanak Kárpátalján. Március 1-e. Az ukrán parlament alkotmány ellenesnek minősítette a nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználati jogait szavatoló törvényt. Március 4-e. Az ukrán rendőrség munkatársai őrizetbe vettek három szemét, akik összefüggésbe hozhatóak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári központi irodája ellen február 27-én elkövetett pokolgépes támadással, jelentette be Szerhij Knyazev, ukrán országos rendőrfőkapitány. Március 5-e. Moszkvához, a Kremlhez és az orosz szövetségi biztonsági szolgálathoz forduljon az, aki azt bizonygatja, hogy Ukrajnában magyar ellenes hangulat uralkodik, sőt, magyar ellenes kampány zajlik, jelentette ki Pavlo Klimkin, ukrán külügyminiszter.
ugyanebben az időben Lemberg irányából Kárpátaljára tartó baseballütőkkel, bokszerekkel és késekkel felszerelt 29 szemét tartóztattak fel az ukrán biztonsági szolgálat munkatársai a megye határt jelképező Alsóvereckén. Március 16-a. Március 15-én éjszaka Beregszászon 8 magyar rendszámú személyautó és egy mikrobusz szélvédőjét zúzták be ismeretlen elkövetők. Az udvaron parkoló ukrán, cseh és német rendszámú járművek sértetlenek maradtak. Április 5-e. Viktor Baloga, a Jedinej Centr politikai párt vezetője bejegyeztetett egy jogszabálytervezetet, ami megtiltaná, hogy az állami hivatalokon és az önkormányzati épületeken az ukránon kívül bármilyen más ország zászlaja kint lehessen. Június 5-e. Szeparatizmus gyanújával bűnvádi eljárást indított az EGAN EDE Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ ellen az ukrán biztonsági szolgálat. Megszületett egy bírósági határozat arról, hogy az alapítványunk ellen bíróság előtti eljárás tart, amit az ukrajnai biztonsági szolgálata végzi. Abban vádolnak minket, hogy szeparatizmussal foglalkozik az alapítvány és az egész támogatások, amiket nyújtunk, megsérheti Ukrajnának az egységes területét. Június 6-a. Kijevben az Oktatási Minisztérium épülete előtt szervezett tüntetést a Svoboda helyi szervezete, amiért szerintük a kormányzat szemet huny a magyar szeparatizmus felett Kárpátalján. Június 22-e. Magyar emlékhelyet csúfítottak el Ungvár közelében. A Kijev csap gépkocsi út mentén kialakított EGAN EDE emlékparkban található két tömb egyikéről eltüntették a magyar trikolort. Június 27-e. Ismét meggyalázták a Beregszászi Kerekhegyen lévő keresztet. A keresztre piros-fekete zászlót festettek, oldalára pedig a Dicsőség Ukrajnának, Dicsőség a Hősöknek szöveget írták fel. Augusztus 8-a. Az EGAN EDE emlékparkban másodszor is piros-feketére mázolták az alig egy hónappal a korábban egyszer már meggyalázott, majd az ungvári magyar főkonzulátus által ismét piros-fehér-zöldre lefestett emlékkövet. Augusztus 29-e. Magyar zászlót rongáltak meg Aknasz Latinán a Szent István templomba való betörés során. Szeptember 18-a. Az ukrán államhatár átlépése során nem ismert indokkal kezdik feltartani, mélységi ellenőrzés alá vetni, akár több órás várakoztatással, jegyzőkönyv kiadása nélkül a magyar nemzetiségű köztisztviselőket, közalkalmazottakat, helyi önkormányzati képviselőket, újságírókat. Határőr az útlevelem kezelése közben elvette az útlevelet, félreállított a gépkocsival, semmiféle jegyzőkönyv nélkül gépkocsi vizsgálatra kötelezett, és hiába követeltem tőle akár jegyzőkönyv másolatot, vagy pedig az okát a megállításnak, félreállításnak nem mondott semmit. Több mint egy óra vizsgálat után kérésükre kijött a Beregszászi Nemzetbiztonsági Osztály egyik tisztje, akinek a jelenlétében öten még négyszer átvizsgálták a gépkocsit. Kérdésemre, mit keresnek nálam, mivel vádakkal vádolnak engem, semmiféle magyarázatot nem tettek, és 8,5 óra feltartóztatás után, ez valamikor éjfél után 10 percre engedtek ki a határátkelőről. Szeptember 19-e. Nem zárta ki a Beregszászi magyar konzul kiutasítását Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter, miután egy rejtett kamerával készült felvétel jelent meg, amelyen ukrán állampolgárok magyar állampolgársági esküt tesznek Magyarország Beregszászi konzulátusán. Szeptember 21-e. Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter az ukrán médiának adott interjújában azzal vádolja Kárpátalja magyar közösségét, hogy rájátszik a szeparatista hangulatra a megyében, utalva rá, hogy a kárpátaljai magyarok szeparatista veszélyforrásai az Ukrajna elleni hibrid háborúban Oroszország állítólagos befolyása miatt. Szeptember 22-e. A Mirotvorec, azaz béketeremtő nevet viselő ukrán nacionalista weboldal elkezdte feltölteni nyilvános adatbázisába a szerinte magyar állampolgársággal rendelkező kárpátaljaiak nevét és címét.
Szeptember 24-e. A Svoboda párt beregszászi városi szervezete tüntetést szervezett Magyarország beregszászi konzulátusa előtt, azzal a céllal, hogy felhívják az ukrán kormány figyelmét a szomszédos Magyarország véleményük szerint ukrán ellenes politikájára. Szeptember 26-a. A Nemzeti Hadtest nevű szélsőséges nacionalista ukrán szervezet aktivistáinak tüntetése Kijevben a külügyminisztérium előtt, követelve a beregszászi magyar konzul hazarendelését. Szeptember 29-e. Felvette nyilvános adatbázisába Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert a szélsőségesen nacionalista ukrán Mirotvoret szervezet arra hivatkozva, hogy a magyar diplomácia vezetője nyilatkozatában felrúgta Petro Poroshenko ukrán elnöknek az ukrajnai magyarok elnyomását. Október 2-a. Budapestnek vissza kell hívni a beregszászi konzulját, ellenkező esetben Ukrajna maga utasítja ki őt, jelentette ki Pavlo Klimkin, ukrán külügyminiszter. Október 4-e. Ukrajna nem kívánatos személynek nyilvánította Magyarország beregszászi konzulját, jelentette hivatalos weboldalán az ukrán külügyminisztérium. Október 9-e. Kárpátalján a hatóságok több száz állami tisztviselőt és önkormányzati képviselőt fognak átvilágítani a kettős állampolgárság ügyében annak a több mint 300 fős listának az alapján, amit a Mirotorec ukrán portál tett közzé az általuk vélt magyar útlevéllel rendelkező kárpátaljai lakosokról, közölte Jaroszláv Halasz, Kárpátalja humánügyekért felelős helyettes kormányzója. Október 10-e. Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma bekérette az ukrán nagykövetet, miután minőségileg új szintre lépett Ukrajna magyar ellenes politikája. Ugyanezen a napon Viktor Baloga, az ukrán parlament képviselője ezt nyilatkozta. Az ukrán államnak betelepítéssel kellene megszüntetnie beregszász magyar jellegét. Október 12-e. Az ukrán parlament honlapján aláírásokat kezdenek gyűjteni a kárpátaljai magyarok deportálására. Október 13-a. Irina Farion, ukrán nyelvtudós, politikai és társadalmi aktivista, debileknek nevezte a kárpátaljai magyarokat, továbbá a kutyákhoz hasonlította őket. Az ukrán nacionalista szerint a kárpátaljai magyaroknak nincs helye Ukrajnában. Figyeljenek ide, ha elküldenek egy kutyát betanításra, akkor az egy hónap múlva hazajön azzal, hogy ismeri a parancsokat. Ül, áll, fekszik. Nekik pedig 7 év kell, hogy megtanulják Stepan Bandera, Taras Shevchenko, Lina Kostenko nyelvét. Kell nekünk ennyi debil Ukrajnába? Akkor vegyék azt az útlevelet, amit a magyarok adtak nekik, és húzzanak Magyarországra. Mi itt a probléma? Miért kell itt etessem őket? Miért kell, hogy pénzt adjak az ő magyar nyelvű, román nyelvű, moszkvai nyelvű tanítatásukra? És bocsánat, a lengyel nyelvű tanítatásra. Október 20-a. Megállítjuk a szeparatistákat felirattal és a kárpátaljai magyar közösség vezetőinek neveivel, valamint fényképeivel jelentek meg óriás plakátok a főutak mellett Ungvár, Munkács és Beregszász körzetében. 2018 novemberében és decemberében további 3 magyar ellenes megnyilvánulás történt, mindhárom durva esetnek minősül. 2018 november 15-e. A budapesti Terrorháza Múzeumnál október 23-án tartott központi megemlékezésen elhangzott beszéde kapcsán hallgatta ki Orosz Ildikót, az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai helyi kirendeltsége. 2018. november 22-e. Újabb rejtélyes óriás plakátok jelentek meg Kárpátalja területén. Együtt győzzük le a fasizmust szöveggel. A plakáton Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola rektora és Hennagyi Moszkál Kárpátalja kormányzója szerepel. 2018. november 26-a. A Mukacsevónet nem hivatalos információkra hivatkozva közölte, büntető eljárás indulhat Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola rektora, a Kárpátaljai megyei tanács képviselője ellen. A portál információi szerint Orosz Ildikónak a büntető törvénykönyv 161. cikkelye
egyes pontjának megsértését róják fel. Ez pedig a polgárok egyenjogúságának megsértése, faji nemzetiségi hovatartozás, vallási meggyőződés, fogyatékosság és egyéb jegyek alapján. Mindezek mellett 2018-ban tovább folytatódtak azok az ukrajnai törvényalkotási intézkedések, melyek a nemzetiségek jogainak jelentős mértékű szűkítését eredményezték. Továbbra sem született megállapodás a kisebbségekkel az oktatási törvény kapcsán, melynek végrehajtása Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait megsértve lerombolja a kisebbségek anyanyelven történő oktatásának meglévő rendszerét. Az ukrán alkotmánybíróság formai okokra hivatkozva hatályon kívül helyezte a 2012-ben elfogadott a nyelvhasználatot szabályozó törvényt. Az alkotmánybírósági döntés jelentős visszalépést eredményezett a nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználati jogainak vonatkozásában. Nyugtalanító, hogy az ukrán legfelső tanács előtt olyan törvényjavaslatok vannak, amelyek további jogfosztást és jogszűkítést eredményezhetnek.